Kedves fiatalok, egy szobrot helyeztem ki az oltárra, ez egy Szent József szobor, és Szent József lényegét tartalmazza ez az alkotás. Ha jól megnézzük, lehet kicsit felemelem, és úgy egyszerű. Ez az ő személyisége, a csend és az alvás. Ebbe benne van az erő, benne van az ő fáradtsága, benne van az odafigyelése Máriára, a gyermek Jézusra, és benne van az egész élete, a munkássága, minden. Hallottuk a mai evangéliumban, hogy álmában kapja az utasítást az angyaltól. Többször is. Ne félj magadhoz venni Máriát, mert a benne fogant élet a Szentlélektől van, és Jézusnak fogod nevezni. Rengeteg, rengeteg küldetést kap az Istentől Szent József. Sokszor azt mondjuk, hogy ő egy mellékszereplője a kinyilatkoztatásnak. Nem igaz. Sokszor azt mondjuk, hogy ő csak nevelőapja Jézusnak. Ő az apja, aki felnevelte az Urat, akire az Isten rábízta a fiát, mint családfőre. Hatalmas felelősséget kapott, és a szívében hordozott egy egész családot. Hordozta a feleségét, Máriát, és gondoljunk bele, hogy ti is nagyon sokszor szenvedtek azzal, hogy vajon a párkapcsolatom jó-e, vagy megfelelő-e az az ember, aki megérintette a szívemet. Ne feledjétek, fiúk, hogy álmában kapta az utasítást, de emögött, az álom mögött ott van a hite, ott van a hithűsége, ott van az ismerete, a racionalitása, és ebből a racionalitásából megszületett, úgymond, a félelme is. Mi van, ha nem az enyém a gyerek? Mi történik most az én életemmel? Tönkre megy. Kezdhetem előről. Hányszor éreztetek ti is így? Most vége. Most újra kell kezdenem. De hogyan? Hogy tud nekem az Isten segíteni? És egy adott pillanatban, amikor alkalmas vagy rá, meghallgat az Isten, és adja a következő lépést, de mindig csak a következő lépést. Nem egy életet fog egy percben elmondani, hanem mindig csak a következő lépést adja, ahogy Józsefnek és Máriának is adta. Isten a legdrágább kincsét, az ő Jézus védelmezését bízta Szent Józsefre, az egyház pátrónájára, patrónusára. Bátran nevezzük őt az egyházunknak a patrónusának, hiszen rá van bízva az egyházunknak a védelme, a megtestesülés misztériuma. A házassága Máriával is így kezdődik, egy ne féljel. Ahogy említettem az előbb, hogy minden egyes kapcsolat félelmet is szülhet, mert előbb-utóbb ne aggódjatok, ti is bele fogtok ebbe jönni, hogy eltűnik majd a rózsaszínköd, vagy lilaköd, és marad a racionalitás. De ha eltűnik ez a lilaköd, a rózsaszínköd, ott kell legyen már mögötte az ismeret. Ott kell legyen már mögötte a saját személyem és a szeretett személynek a mindensége, a miben léte. És József és Mária között ez megvolt. Ismerték egymást, beszélgettek egymással, és mégis kitűnt, hogy Mária gyermeket fogant méhében, mielőtt összeköltöztek volna. A házasság már megtörtént, a zsidóknál előbb volt a házasság szertartás, és később költöztek össze. És meglátta Szent József, hogy Mária állapotos. Mi legyen? Egy férfi szívében ez hatalmas nagy teher.
Igazából, ha jól megnézzük, a lányok vagy az asszonyok áldott állapotban vannak, és egy bizonytalanságban a férfiaknak adatik a teher. Mi lesz velem? Mi lesz a jövőben? Mit fognak mondani? És ezeket kellett letennie Szent Józsefnek, és az alvásban, álmában ott van a válasza. Egy racionális embernek mennyi mindent le kellett küzdenie, mennyi mindenen át kellett mennie, hogy mikor felébred ebből, elhiggye, és tovább tudjon indulni az angyal szavára. Kedves fiatalok, ez a történet nem mese, hanem a ti valóságotok is, amit napról napra éltek az egyetemen, a középiskolában, a munkahelyen, ez mind-mind a ti valóságotok. És elmondja neki álmába az angyal, hogy hogyan kell nevezni a fiút. Nevezd Jézusnak, mert az apa feladata, az apa kötelessége, hogy nevet adjon a gyermeknek. És ő a Jézus nevet adja, ahogy az angyal is nevezte, és kérte álmában. Mit jelent a Jézus szó? Jehoshua. Isten üdvözít. Az üdvösségnek a misztériumát, a titkát egy ácsra bízza az Isten, hogy te fogod ezt elnevezni, te fogod megadni a nevet. Földi értelemben te fogod meghatározni. Égi értelemben te fogod lehatárolni a megváltó művét. Rád van bízva, a kezedbe van adva az Isten. Nagyon nehezen tudjuk ezt elképzelni, mi emberek, hogy mi kézbe foghattuk az Istennek a fiát. És ugyanígy az eukarisztiába találkozhatunk vele. Mondjuk, hogy Isten lélek, de te táplálkozhatsz vele. Az eukarisztiában jelenlévő Jézussal, aki üdvözít, akinek József adta a nevet. Nagyon sok készültem erre a prédikációra, úgyhogy ne aggódjatok, már csak egy óra van vissza belőle. És amikor nevet ad az apa a gyermeknek, akkor egyben a küldetését is meghatározza. Bátran keressetek rá a nevetekre, hogy mi a jelentése, mi a küldetésetek. Az én nevem jelentése, hogy Jahve gyarapítson. Ez a József névnek a jelentése. És ezt szeretném, ez ilyen mellékes szál, nem Szent Józsefhez köthető, hanem az én Józsefségemhez, de a nevünkkel mindig legyünk tisztában. Én megkérdeztem a szüleimet, hogy kaptam ezt a nevet. És nálunk a családban az elsőszülött fiú mindig József, ez így generációról generációra, hogy első a Józsefnek, és utána pedig változatosan így a nagyszülők nevét, vagy éppen a családban éppen aktuális trend nevet adják a gyermeknek. És a szüleim nem a József nevet akarták adni, hanem azt mondták, hogy ez a gyerek, bizony, most szakítunk a hagyományokkal, és Árpád lesz. És nem értette senki a családba, hogy miért az Árpád nevet akarják adni, és ahonnan származom, azért nem lettem Árpád, mert az Árpád utcában laktunk. És akkor ugye milyen rossz ez, hogy az Árpád utcában lakunk, és a gyerek is Árpád lesz, ezért maradunk a Józsefnél. Ugye az Isten visszavezet ilyen icipicikek is dolgokkal is a hagyományhoz, az értékhez, amit őrizni kell a családban, amit őrizni kell önmagunkban. Nektek is lesznek majd ilyen kis beszélgetéseitek, döntéseitek, amelyek majd meghatározzák, icipici, csak nekem fontos. De ugyanígy a te életedben is ezek az icipici kis döntések hatalmasat fognak előre lendíteni. Meg fogják mutatni a jövődet. A név nagyon fontos.
merjetek a nevetekkel élni, mert ez bízta rátok az Isten. Benne van a lényegetek. Nem azt jelenti, hogy csak az vagy, amit leírnak a lexikonok, hogy mi a neved, hanem ezt te megtöltöd egy életen át azzal a személyes tartalommal, amelynek az alapja a neved jelentése. Jézus is egész életében megtöltötte a nevét, hogy ő az üdvözítő, és kibontotta a földi életében számunkra Isten titkait. Szent József Isten titkainak őrzője. Az őrzőtől mit kérnek? Azt kérik, hogy hűséges legyen. Azt kérik, hogy csendben legyen. A legfontosabb munkákban a mai nap is titoktartási szerződést kell kötni, hogy nem mondod el, hogy mi zajlik a munkahelyeden, ami rád van bízva. És ilyen titoktartási szerződés van a családban is. Nem mondjuk el külsősnek, hogy a legfontosabb titkainkat, a legfontosabb dolgainkat csak annak, akitől kaptuk. És biztos vagyok benne, hogy Mária és József megbeszélte a dolgokat. Volt szó a családi életükben Gábor angyalról, volt szó az álmokról, és meg tudták ezt beszélni, hisz család voltak, egymásra voltak utalva. Mária hite mindig találkozott Józsefnek a hitével, és mondhatni, hozták azt az áldott jó családot, amit mi példaként, amire példaként tekintünk. Mária hozta a beszédet. Igen, legyen nekem a szavaid szerint. Hozta a szót, és József hozta a tettet. És olyan szépen kiegészítették egymást. A tett a szó nélkül, a szó a tett nélkül csak fél dolog. Nem teljes. Így tették teljessé az üdvözítő számára azt a tanulást, amely elvezette őt a tanítóságra, hogy mester legyen az apostoloknak. Egyedülálló módon lett annak a titoknak az őrzője és letéteményese, amely kezdettől fogva el volt rejtve az Istenben. Az ő atyasága, az ő apasága egy szolgálat. Gondoljunk csak bele, jön egy álom, Heródes üldözi a gyermeket. Fel kell kelni, el kell indulni, el kell menni Egyiptomba, egy idegen országba. És ott kell élni addig, amíg meg nem hal Heródes. Ennyit tudnak, hogy milyen úton kell menni, mi történik az úton, vagy hogyan fogunk megélni. Ezt az atyára bízza, mert tudja jól, érzi, hogy szereti őket, hisz rábízta a fiút. Az Isten gondoskodik. Az Isten azt akarja a mi életünkben is, hogy a saját kis egyiptomainkban Jézussal együtt legyünk, de utána visszataláljunk Kánaán földjére, visszataláljuk a választott néphez, és visszataláljunk a küldetésünkhöz. Isten arra rendelte Szent Józsefet, hogy saját atyaságának gyakorlásával szolgálja Jézust és a küldetését. Sokszor érezzük azt, hogy mi kevesek vagyunk ahhoz, hogy az Isten fiát kezünkbe vegyük, kevesek vagyunk ahhoz, hogy igazából az Istennel szóba álljunk. Kedves fiatalok, ne gondoljátok ezt soha, hisz akkor az imánk nem ér semmit. Ha nem tudjuk megszólítani az Istent, ha nem halljuk az ő hangját, nem merünk közeledni hozzá, akkor még a hitnek nagyon-nagyon az alapjait súroljuk, vagy nagyítóval nézzük, inkább így mondom. Merd megszólítani, mint barátot, merd megszólítani, mint mestert, mint az Istent, akár Jézushoz imádkozol, akár az Atyához, akár a Szentlélekhez, merjél közeledni felé,
És lehet, hogy álmodban, lehet, hogy az utadon, amely lehet Egyiptomba vezet, vagy már a választott nép földjére, Kánaánba, meg fog szólalni az Isten az életedbe, mert akarja adni az ő igéjét, akarja adni mindenét, mert ennyire szereti az Isten az embert. És egy nagyon fontos dolgot szeretnék még, és ígérem, hogy hamarosan befejezem, hogy ami számomra is meglepő volt, és ezen még én nem gondolkodtam, hogy a népszámlálás, amikor Mária és József elmegy Betlehembe, hogy az első népszámláláson részt vegyen, hogy az Istennek milyen csodálatos terve van, hogy mi csak azt mondjuk már 21. században, hogy jó, megint valamilyen hivatalos dolog, amire el kell menni, meg kell jelenni, fel kell mutatni a személyigazolványom, és akkor ki kell töltenem egy papírt. A legelső népszámláláson ott van Mária és József, és már Jézus neve ott van a lapon, ma így mondanánk. Ott van a lapon. Az Isten mindent megad, minden részletre figyel, hogy történelembe ágyazza az ő fiát, és ezáltal megszenteljen mindent, még a hivatali munkát is, amit sokszor nehéz elhinni, hogy ez megszentelhető, de megszentelhető. És amit még, már csak az utolsó, sokszor halljuk ezt, és a mai evangéliumban is hallottuk, hogy József igaz ember volt. És ezt az igaz voltot, ezt nagyon kevés emberre használja a Biblia. Elsőként Noéra használja, hogy Noé igaz volt, és Ábrahám is igaz volt. Ábrahám a hitével és az engedelmességével volt igaz. Az igaz tulajdonságai, hogy tudja a törvényt, ismeri a törvényt, megtartja a törvényt, igazságban él, igazsághoz szabja tetteit, és e szerint tölti az életét Istennek tetszően, és mindig Isten van életének a középpontjába. Nekünk, Jézus által megváltottaknak, igaz voltunknak kell lenni. A te igaz voltod ott van benned. Az Isten szeretné, hogy ez megnyilvánuljon a körülötted élők életébe, hogy vegyék észre rajtad, hogy keresztény vagy. Vegyék észre rajtad, hogy lefoglalt vagy, az Istennek lefoglalt ember. Igaz, aki keresi az Istent, megtartja az ő törvényeit, és az ő igazsága szerint, igazságára szabja az életét. Az új szövetségben is voltak igazak, emlékezzünk csak Simeonra, az Aksimeonra, vagy Zakariásra és Erzsébetre. Őket is igaznak mondja a Szentírás. József, az igaz férfiú, aki az Isten szerinti életet élt, aki álmában is meghallotta az angyal szavát, és mert igaz kétségek között, de mert lépni, mert belevágni egy olyan ismeretlen és számára ködös jövőbe, amelyből a megváltás bontakozott ki. A te jövőd is ködös, ne aggódjál ezen. De ott van a te életedben is az Istennek a szava, az Istennek az ígérete, hogy elvezet az üdvösségre. Merjél élni vele, merjed meghallani az ő szavát, akkor életed lesz, és örök életed lesz. Kívánom mindenkinek, hogy Szent József példájával élve legyünk csendes keresztények, és merjünk védelmezői lenni az egyházunknak, most jön a csavar, a saját talentumaink szerint. Amen.